Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor nekikezdünk! Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bálint. Jó estét kívánok! Jó estét! Nagyon szépen köszönöm, fantasztikusak, amúgy boldog új évet! Kedves minnyájuknak itt a stúdióban, és természetesen odahaza a képernyők előtt is. A mai első részben folytatjuk a régi hagyományt, vidám és mókás filmekkel fogunk kezdeni, jó? Mert tárháza van, egyik jobb, mint a másik. Essünk is neki. Az a helyzet, hogy itten az elmúlt hetek akciói, azok beindították az emberek fantáziáját. Úgyhogy mind élőben, mind fönn az interneten sorra születnek a jobbnál jobb alkotások. Először mindjárt meg fogunk nézni egy élő performance-t. Hadházi Ákos a Lurdi házba ment, hogy ottan valami tájékoztatót tartson arról, hogy legközelebb hol fog hanyatt esni. De nem számított arra, hogy valaki meg fogja látogatni, és hát hogy is mondjam, csak szembesíti önmagával. Lássuk! Imádom a Palit. A vadhajtások.hu újságírója Bede Zsolt csinálta ezt a kis performance-t, oda ment, látták ugye, hasra feküdt, Hadházi szónoklatának kellős közepén, és azt sikoltozta a mobilján, hogy képviselő. És a végén még az ajtónak is nekiment. Egyébként ez úgy tökéletes, ahogy van, és határozottan állítom, hogy ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni. Ki kell őket röhögtetni. És hogy mennyire ez a helyes út, következő a helyzet. Gondolom, hogy sokan önök közül emlékeznek még rá, ezt még valamikor talán a 14-es kampányban csinálta meg először valaki, ugye a Bukás című zseniális film, Bruno Ganz Hitler szerepében, és ott a film végén van az a jelenet, amikor Hitler összeomlik, és ebből készült most már többféle paródia, mondom, 14-ben talán az első, ami Gyurcsány Ferencről szólt. Na most elkészült egy vadonatúj darab belőle, és én azt, amikor föltettem a blogomra, pont hazafele jöttem a román határszélről, és még a kocsiból intéztem, hogy fölkerüljön a blogomra, körülbelül 14 óra 20 perckor került ki, mire fölértem Pestre, 1300 like-nál tartott, most már nem tudom hol tart, mert már rég néztem meg, de lassan minden csúcsot megdönt. Tehát akkor most egy hosszabb mozit fogunk megtekinteni. Emberek, következik a ellenzék MTVA-s performansza a Bukás nyelvére lefordítva. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass ihr es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Azért, emberek, lássuk be, remek mű született. Remek mű született. És azt kell mondjam, hogy tényleg műsorokat tudnánk megtölteni azzal, hogy csak a neten keringő cuccokat vetítgetjük, mondjuk amikor összevágják a gyaloggalop jelenetekkel, széldettit, egyik varázslatosabb, mint a másik. És még egyszer mondom, azért fontos, mert ugye azért legyünk vele tisztában, és ezt el is mondták itt különböző megnyilatkozásaikkor, ugye ők úgy fogalmaznak, hogy nem fogjuk abba hagyni. És a törvényesség határát feszegetve, majd ide megyünk, oda megyünk, itt rugunk beléjük, ott rugunk beléjük, ide fogunk betörni, amoda fogunk betörni, tehát ők elhatározták, hogy Majdant, Ukrajnát vagy Macedóniát csinálnak Magyarországból. Ami egyébként a hazaárulás minősített esete, de most ezt tegyük félre, ugyanis ezt tőlük megszoktuk. Viszont, miután nincs mögöttük társadalmi támogatottság, van a csúcson 5000, de legyen a csúcsok csúcsán 10000-en kim voltak az utcán, úgy átlagban pedig ilyen 5-600-an, 1500-an, 2000-en vonulgatnak a városba, mint a hülye. Igaz, mondjuk a Dublini egy kicsit megriasztott, mert ott 30-an voltak. Akkor megijedtem, hogy hát, ha mégis fordul a trend. Szóval miután kristálytisztán látszik, hogy az a cél, hogy mindegy, csak ne legyen nyugalom.
Ez ellen pedig, mivel nekünk egyetlen egy dologra kell rettenetesen figyelni, hogy ne érjék el a legfontosabb és legfőbb céljukat, azt, hogy erőszak legyen. Azért provokálnak mindenkit. Azért provokálták a parlamentben a képviselőnket, képviselőinket, a miniszterelnököt, a házelnököt, mindenkit, aki él és mozog. Tényleg az a takony tordai, hogy hallották volna, mikor oda megy a köztársaság miniszterelnökéhez, és akkor így imigyen szól hozzá, hogy na mi van Orbán haver, miközben így belenyomja a képébe a telefonját. Ugye azért úgy jön az embernek, hogy úgy pofán vágja, hogy az anyja se ismerje meg többet. De ezt nem lehet. Nem lehet, mert ez a cél. Tehát türelem, a rendőrség részéről is végtelen türelem, mert a rendőröket is pontosan azért provokálják, hogy valami kézzelfogható erőszakot végre fel tudjanak mutatni, ami őket érte. És mikor tud az ember legkönnyebben türelmes lenni? Ha röhög. Úgyhogy ezek gyógyító pirulák. Az ember megnéz egy ilyen kis 5 percet, és gyakorlatilag egész napra jól van. Úgyhogy bíztatok mindenkit, aki ezekkel foglalkozik, és ezeket csinálja, sok címbim is van köztük, hogy abba ne hagyjátok, hát belefejezzi, még, ilyeneket akarunk látni. És aztán persze, hát előbb-utóbb meg úgyis abba hagyják, mert amikor már csak a Tordai Bence lesz, meg a Kunhalmi Ági, akkor már minek? No. Még van egy kicsi időnk, úgyhogy egy pár perc erejéig kalandozzunk vissza Európába. Itt már nincsenek ennyire vicces meg jó híreim, viszont annyiban talán mégis jó híreket fogok most elmondani önöknek, hogy nyugaton komoly elemzők, egyetemi tanárok sorra adnak ki olyan elemzéseket, tanulmányokat, amelyek arról szólnak, hogy nagyon nagy a baj. És hogyha nem lesz valamilyen radikális és gyökeres változás nagyon rövid határidőn belül, akkor el fog szabadulni a pokol. Az egyik ilyen friss, annak az a lényege, hogy nincs határa az európai muszlimok radikalizálódásának. És ezt nem más, mint a Löweni Egyetem professzora, egy bizonyos Felice D'Assetto írta le egy tanulmányban. És azért a Löweni Egyetemet azt mégse lehet csak úgy zárójelbe tenni, mert bármi ilyen megjelenik, vagy egy újságíró mond ilyet, vagy mi, akkor ugye mindig az a válasz, hogy jó, ugyan már hülyeségeket beszéltek. Most itt van egy egyetemi tanár komoly tanulmánya, ami egyebek mellett a következőt mondja. A professzor szerint a szekularizált világ értékei kevésbé vonzóak a muzulmán emberek számára, és vallásukban is egyre inkább a radikalizációs folyamatok hívei, hitük szélsőséges formáit veszik fel. Van egy jelentős eltávolodás a vallás békés gyökereitől, ez a muszlimok 10-15%-át is érintheti. A professzor hozzátette, hogy az Európában élő muszlimok legalább 80%-a rendszeresen gyakorolja vallását, és a mecsetekben tartott imákon egyre több a fiatal muzulmán, és a szegényebb térségek pedig különösen hajlamosak radikalizálódni, a magas szám leginkább a szalafisták között mutatkozik meg. Na most, hogyha igazak ezek az előrejelzések és ezek a folyamatok, már pedig miért ne lennének igazak? Hát nap mint nap látjuk, hogy mi történik. És egyre inkább hallunk olyan híreket is, hogy különböző muszlim mecsetekbe, imaházakba bemennek a rendőrök, felszámolják, elviszik a hitszónokot, mert radikális terrorra buzdítja az ott lévő híveket, stb. Ha mindez igaz, és tudjuk, hogy igaz, akkor mégiscsak egyre feszítőbb a kérdés, hogy miért nem tesz semmit az európai civilizáció ez ellen? Miért tűri ezt? És talán érdemes egy másik tanulmánnyal is foglalkozni, a
nem más állítja ezt, mint Jürgen Stock, az Interpol főtitkára. És azért az Interpol, az mégiscsak az Interpol, még akkor is, hogyha számos ok miatt elmondhatjuk, hogy túl sok bizodalmunk, vagy nem, ez így nem igaz, kevesebb bizodalmunk lehet az Interpolban, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, de ez talán még mindig nem egy sóhivatal. Na most a főtitkár szerint a következőt állítja ő. Európának fel kell készülnie arra, hogy az iszlám állam szimpatizánsai egész hullámot indíthatnak terrortámadásokból, ha majd néhány éven belül kiszabadulnak a börtönökből. Ázsiában és Európában a szimpatizánsok mostani generációja az elkövetkezendő néhány évben ugyanis szabadul. Ezt követően könnyen elképzelhető, hogy újra egy terrorista csoporthoz csatlakoznak, vagy egyéb más módon létesítenek kapcsolatot terroristákkal, állítja Jürgen Stock. Az alvó terrorista sejteken kívül fenyegetést jelentenek a hazatérő terroristák is, akik Irakból és Szíriából menekültek el az iszlám állam bukása után. Ők azért veszélyesek, mert semmi veszteni valójuk nincs. Most ugye megint azt kell mondjuk, hogy a józan ész szavát hallottuk. Folyamatosan, évek óta halljuk, hogy ilyen-olyan kisebb-nagyobb, akár köztörvényes bűncselekményekért börtönbe kerülő muszlim fiatal a börtönben radikalizálódik. És mire kijön, addigra gyakorlatilag hithű terroristaként tér vissza a társadalomba, és alig várja, hogy akár saját maga élete árán minél több nem muszlim életét oltsa ki. És ugye, ahogy a főtitkár fogalmaz, jellemzően az általuk elkövetett bűncselekményekért, amiért először bekerültek börtönbe, 3-5 évet kapnak. A migrációs hullám, ugye, gondoljunk vissza, hogy mikor kezdődött, hamarosan mind kijön a börtönből. És itt fogunk állni egy újabb, hatalmas mennyiségű, teljesen kiszámíthatatlan tömeggel. És a nyugati civilizáció, az európai civilizáció pedig az egyre több figyelmeztetés ellenére az ég egy adta világon nem tesz semmit. Illetve, ez így nem igaz, mert a végére hagy mondjak egy jó hírt is, amitől persze a jogvédők sikítófrászt kaptak, de egyre inkább az a helyzet, hogy amikor a jogvédők sikítófrászt kapnak, akkor mi fellélegezhetünk, hogy valami jó dolog történt. Dániába látogassunk el. Nem viccelnek a dánok, a vírus szigetre küldik a bűnöző migránsokat. A dán parlament csütörtökön elfogadta azt a tervezetet, melyet a kormány nyújtott be szűk 2 hete. A most elfogadott elképzelés lényege, hogy egy kietlen kis szigetre telepítik azokat a nem kívánatos bűnelkövető migránsokat, akiket nem lehet kitoloncolni. Ez valóban egy rendkívül apró méretű szigetecske, nincs rajta semmi, csak valami elhagyott laboratórium, és oda fogják a bűnelkövető migránsokat elzargatni végre, és ott fogják őket zárt táborban tartani, és itt jön a mondat második fele, ami érthetetlen, akiket nem lehet kiutasítani. Az a kérdés, hogyha egy migráns ráadásul bűnt követel, azt mi a jó büdös életért nem lehet kitakarítani egy adott országból? Na, erre nincs válasz, ezért mondom, hogy az európai civilizáció még mindig nem tért magához, de legalább a jelek itt-ott már jó irányba mutatnak. Most szusszanunk egyet, és a második részben Dömötör Csaba parlamenti államtitkár lesz a vendégem. Thank you.
folytatjuk a műsort. Vendégem a stúdióban Dövötör Csaba parlamenti államtitkár. Szerbusz. Jó estét. Kicsit rendhagyó lesz ez a második rész, mert megint csak meg fogunk nézni egy filmet. Ezt itt a második részben nem szoktuk, de most megcsináljuk. Méghozzá egy olyan bejátszást, amint te beszélsz. Jó? Nézzük. Mindenki láthatta az ellenzéki drámamagozat színjátékát az elmúlt napokban. Láthattuk a balhikeresést, a műkönnyeket és a megrendezett jeleneteket is. A videók magukért beszélnek, nem is nagyon tudunk mit hozzátenni. De van egy súlyos dolog, amit szeretnék idehozni, mégpedig az, hogy az ellenzéki képviselők sorozatosan fenyegetnek munkájukat végző embereket, mindezt arra való hivatkozással, hogy ők országgyűlési képviselők. Az a helyzet, hogy az országgyűlési képviselőség semmiféle többletjogot nem jelent arra, hogy ilyen stílusban beszéljenek, és így fenyegessenek dolgozókat. És mindenki elgondolkozhat azon, hogyha ezek az emberek élőadásban így viselkednek, így fenyegetnek, akkor hogyan viselkednének, ha kicsike hatalom is lenne a kezükben, és nem menne a kamera. Ma a biztonsági őr van célkeresztben, holnap bárki más. Lássunk is egy példát, nehéz higgadtan végignézni. Legyen szíves, igazolja magát. Mitől? Mondom, igazolja magát. Mit célból? Abból a célból, hogy a törvényeket betartsa. Én biztonsági őrökre vonatkozó törvények szerint magának köteles igazolni magát felszólításra. Én Tordai Bence vagyok, országgyűlési képviselő, itt az igazolványom, tessék parancsolni. Én meg nem mondom meg, ki vagyok. Jó, akkor ezzel szintén jogsértést követel, hosszú lesz a lista, felírjuk a többi közé. Szerintem olyan nagyon sokan nem dolgoznak ilyen személy leírással ennél a kiváló MTVS biztonsági szolgálatnál, úgyhogy maga is a bíróság előtt fog felállni a tettéért. Nyugodjon meg, nagyon sok derékjogász nagyon szívesen fog dolgozni azon, hogy maga is a magához hasonlóak bíróság előtt végezzék. No, hát az a helyzet, hogy igazad van, nehéz végignézni higgadtan. Egyetlen egy kérdést szeretném, hogyha tisztáznánk. Joga van-e ahhoz Tordai Bencének, hogy megfenyegessen egy biztonsági őrt, hogy egyáltalán a biztonsági őr engedélye nélkül nyilvánosságra hozza a arcát, és kicsit térjünk még ki arra a mondatra, hogy nagyon sok derékjogász fog boldogan dolgozni azon, hogy maga, nem tudom, börtönbe kerüljön. Hát hadd kezdjem ott, hogy pár hónapja vagyok országgyűlési képviselő, de több éve dolgozom a kormánynak, és semmilyen szituáció nem fordult még elő, hogy így hivatkozzak, vagy bárhogyan hivatkozzak arra, hogy én országgyűlési képviselő vagyok, vagy kormányzati politikus. Tehát amit láttunk, az nonsens, azon túl, hogy egyébként törvénytelen. Mert nagyjából annyit ír elő a törvény, hogy egy országgyűlési képviselőt segíteni kell abban, hogy közintézményekbe bejusson. De ott semmi sem jogosítja fel őket arra, hogy törvénytelenséget kövessenek el, mert pedig itt több esetben felmerült ez. Tehát az, hogy egy dolgozó arcát adott esetben képét a Facebookra feltöltsék, élő adásban tudósítsanak róla, az jogszerűtlen. Egyébként úgy tudom, hogy az adatvédelmi hatóság is állásfoglalt már ebben az ügyben. Másfelől, az, hogy benn vannak a köztelevízióban és megpróbálják zavarni az adást, beleavatkozni a szerkesztésbe, az megint csak törvénytelen közüzem megzavarása, nem biztos, hogy jól idézem jogilag, de nagyjából annyira nonsens, mint hogyha én bemennék egy kórházba, és azt követelném, hogy hagyd műtsek már, mert nekem ehhez jogom van országgyűlési képviselőként. Ez teljes nonsens. Azt azért mutatja, hogy miközben az egész úgy néz ki távolról, mint egy bohóc forradalom, itt emlékszünk Kunhalmi képviselőasszony produkciójára, akit semmi sem állít meg, legfeljebb egy ajtó. Tehát jó lenne ezen csupán szórakozni, de azért nagyon sok határt átléptek az elmúlt napokban, törvényességi határokra gondolok. No, mivel hogy ez az új esztendő első adása, ezért talán itt az idő, hogy visszanézzünk egy kicsit 2018-ra. Mert hál' Istennek 2018-ban ezeken kívül történtek fontos dolgok. Talán csináljunk már valami kis listát azokról a kormányzati eredményekről, amelyek szerinted a legfontosabbak. Kicsit távolabbról kezdeném, tehát olyan éveket hagyunk mögött, amikor gyakorlatilag a meghatározó döntéseket egyre inkább sikerült a saját kezünkbe venni. Tehát alapjaiban sikerült rácáfolni a kisítőségre. A kezdetektől azt mondták, hogy sok százezer új munkahelyet nem lehet létrehozni, de lehetett.
Azt mondták, hogy az IMF-et nem lehet kiűzni Magyarországról, de lehetett. Azt mondták, hogy az egykulcsos adó az nem működik. De működik. De működik. A bankokat nem lehet megadóztatni. A multikat nem lehet megadóztatni. De meg lehetett. A devizahitelesek ügyében nem lehet tőlük visszaszedni pénzt, de lehetett. És ezek a lépések, és akkor még említhetném mondjuk az államadóság csökkentését, oda vezettek, hogy egyre inkább sikerült a meghatározó döntéseket visszavenni saját magunkhoz, mert 2010-ben nem ez volt a helyzet. És mivel ez így van, ezért egyre több eredményt tudunk felmutatni, amely a mindennapokban is egyre jobban érződik. Hogyha január 1-i változásokat nézzük, akkor talán az egyik legfontosabb, hogy a családi adókedvezmény tovább bővül, most éppen a két gyermekeseknek lesz jobb, 40 ezerre nő a havi kedvezményük, csökken a kisvállalkozások adója, folytatódik a rendvédelmi béremelés, és a minimálbér is növekszik, de említhetném az ápolási díj emelését is, amit egyébként az ellenzék is sorozatosan követelt, aztán azon a parlamenti napon, ahol sok minden történt még, egyáltalán nem szavaztak meg. Úgyhogy feltetjük a kérdést, hogy hogyan néznek majd ők ezek után az érintett családok szemébe. Még ide, hogy idézzem ide Patai Mihályt egy mondat erejéig, mert ő mégiscsak a liberális közgazdászok doájénje, aki még az óév végén egy interjúban azt találta mondani, hogy 100 éve nem volt annyira jó állapotban a magyar gazdaság, mint jelen pillanatban, és hogy minden létező mutató tökéletesen rendben van, és egy új válságot is komolyabb sérülés nélkül, egy esetleges új válságot is komolyabb sérülés nélkül fog kiheverni az ország. Ehhez csak azért gondoltam, hogy ezt említsük meg, mert ehhez képest érdekes azt hallgatni a 5000-es vagy éppen 1500-as, vagy 300-as, vagy Dublinban 30 főből álló ellenzéki tüntetéseken, hogy itt éhséglázadások fognak kitörni, és itt minden tönkre van téve. Igen, a gazdaság 5,2%-kal növekszik a legutóbb szerint, és minden reményünk megvan arra, hogy ez így is maradjon. És sokat vitatkozom az ellenzéki képviselőkkel a parlamentben is, és tényleg az a közös a felszólalásokban, hogy gyakorlatilag a tények elhadakoznak, nem is igazán velünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy több mint 700 ezer új munkahely jött létre az elmúlt években, azt mondják, hogy egyáltalán nem igaz. Egyáltalán nem igaz. Gazdasági teljesítményről beszélünk, akkor is azt mondják, hogy nem igaz. Csak minden talapjaiban cáfolnak. Nem minket sértegetnek ezzel, hanem gyakorlatilag azt a több millió embert, aki beletette a munkáját abba, hogy ez az ország azért még csak előrébb tartson, mint pár évvel ezelőtt. Ne tegyünk úgy, mintha élő adás lenne, ugye ezt előre fölvettük, és éppen ezért most még különösen aktuális, de szerintem a lejátszás pillanatában is aktuális lesz, hogy áll a nemzeti konzultáció, mármint a családtámogatásokról szóló nemzeti konzultáció. Azért kérdezem ezt, mert talán éppen ma olvastam valamelyik, talán a Magyar Narancsban, hogy fele annyian küldték vissza, mint a migrációról szóló, de ez attól tartok, hogy nem igaz. Hát, ami a számokat illeti, most, amikor felveszük az adást, 1,3 milliót haladta meg a résztvevők számát, sok ellenzéki párt örülne fele. Ennyi szavaz, fele. Negyedennyinek is, tehát az egyik kedvenc pillanatom volt, amikor a Demokratikus Koalíció hangoztatott hasonló véleményeket, úgyhogy hát, töredéke annyi szavazójuk nem volt. Csak a különbség kettőnk között az, hogy én véletlenül sem sértegetném azokat, akik bármilyen okból, nem tudjuk milyen okból, de a Demokratikus Koalícióra szavaztak. Ők pedig sorozatosan sértegetik azt a több millió embert, aki az elmúlt években elmondta a véleményét. Az már látszik, hogy jócskán 1 millió fölött leszünk, ebből is látszik, hogy stratégiai kérdésről van szó. Ugye a jelentősége az egyrészt, hogy ez jelöli ki a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait, mert mivel jól teljesít a gazdaság, ezért lehet bővíteni a családi kedvezményeket. Másfelől az ellenzék hozzáállását látva az is a jelentőség ennek, hogy kiállhatunk az eddigi családpolitika mellett. Ami az egyéb vonatkozásokat illeti, ugye ez a lehetőség, a konzultáció azért évek óta jól vizsgázik, és hogyha Európában vették volna az energiát, a fáradtságot, hogy hasonló kezdeményezéseket indítsanak, akkor nem itt tartanánk. Az Európai Bizottság is indított egy internetes konzultációt, arra büszkék, hogy több tízezer részt vettek benne.
szerte Európából. Ehhez képest nálunk milliós a nagyságrend, és az sem mindegy, hogy mivel foglalkoznak azon belül, mert megkérdezik például, hogy a bevándorlást az problémának tartják-e az európaiak. Azután kérdezik meg a véleményüket, hogy már rég letették az írásos javaslataikat is, illetve meg döntöttek is bizonyos kérdésekben. Az elosztási kvótákban, a migránsvízumban, abban, hogy dupla annyi pénzt költenének a migrációra a következő 7 éves költségvetésben. Tehát ilyen körülmények között utólag megkérdezni az európaiakat, az a sorrend teljes felcserélése, és akkor meg szépen fogalmaztam. Szerintem meg gusztustalan cinizmus. De ezzel összefüggésben akkor... Itt az ideje, hogy egy pár mondatot szóljunk a soron következő EP választásról. Mert hogy én legalábbis úgy látom, méghozzá nem csak Magyarország vonatkozásában, hanem az egész Unióban úgy látom, hogy ez lesz talán az első olyan európai parlamenti választás, amelynek valódi és komoly tétje van. És az egy több kérdésem lenne, hogy szerinted mennyire fogja ezt a magyar közvélemény, hogy mekkora a tét jelen pillanatban, nyilván még a kampány előtt vagyunk, de leginkább mennyire fogja ezt a nyugati közvélemény, mert az talán még fontosabb. Mindenki tudja szerintem. Ha megnézzük a korábbi európai kampányokat, akkor vagy ilyen elosztási viták voltak, hogy hogyan osszuk el az uniós forrásokat, vagy volt egy általános egyetértés abban, hogy több Európára van szükség. Annak kifejtése nélkül, hogy mit is jelent a több Európa. De most az a helyzet, hogy egy új törésvonal alakult ki, egyik oldalon a nyílt társadalom, vagy úgy is mondhatnám, hogy a nemzetközi kormányzás híveivel, másik oldalon pedig azokkal, akik azt mondják, hogy továbbra is a nemzeteknek, az egyes fővárosoknak kell meghozniuk a legfontosabb döntéseket. És ez nem egy elvi vita, bár annak hangzik, mert végső soron arról szól, hogy a kiemelt ügyekben hol hozzák meg a döntéseket. És a migrációról már sokat beszéltünk. Te is sokat beszéltél a vendégeiddel erről a témáról. De nem csak ebben az ügyben van hasonló vita. Az energiaszabályozásban. Hogyan akarják szabályozni az árakat? Kiveszik-e a kezünkből az ármeghatározás jogát? Akkor a földek hazai kézben tartása. Az adózás. Ugye van arra irányuló törekvés, hogy az ÁFA nagyságrendjébe beleszóljanak, vagy éppen abba, hogy mekkora nálunk a társasági adó. Az igazságszolgáltatást is említhetném. Tehát van arra irányuló törekvés, hogy a jogkörök egy részét kivegyék a kezünkből. Tehát nagyon sok olyan terület van, ahol van egy jogkörvita, van egy lopakodó jogalkotás, és hogyha nem vagyunk észnél, akkor eltelik 4-6-8-10 év, és nem mi hozunk majd döntéseket a legfontosabb ügyekben. És ez leginkább a migráció kérdésében látványos. Ez az a vita, ami leginkább a felszínre hozta ezeket a vitákat. Ugye a fő tét az, hogy olyan képviselőket tudunk-e küldeni Brüsszelbe, akik Magyarországot képviselik, vagy olyanokat, akik Brüsszelt képviselik Magyarországon. Ugye a baloldalnak ez a botrányos hozzáállása az nem most kezdődött. És nem csak arról beszélünk, hogy több ezer e-mail címre kiküldenek Magyarországot lejárató leveleket, hanem arról is, hogy sorozatosan megszavaznak olyan dolgokat, amik teljesen hátrányosak, vagy károsak az ország érdekei szempontjából. Akkor ezzel összefüggésben csak meg kell kérdeznem, annak ellenére, hogy az imént azt mondtam, hogy az Európa Parlamenti kampány még meg sem kezdődött, mégis megkérdezem, hogy szerinted, ami Budapest utcáin zajlik, és már hetek óta, az nem része már az Európai Parlamenti kampánynak? De hogy nem, én első felvonásnak nevezném. Hogyha azt kellene megfejtenünk, hogy mi zajlik az ellenzéki oldalon, hát többféle érdekes folyamatot látunk. Egyrészt, minthogyha mindenki Juhász Péter helyére pályázna. Tehát, és nagyjából 10-15 jelölt van. Otrombaságban, agresszivitásban, illetve most már abban is, hogy hogyan próbálják megsérteni a törvényeket. Ez új. És ennek része a Jobbik is. Hát én azt az álmomban nem gondoltam volna, hogy az a Jobbik, amelyik pár évvel ezelőtt még unió zászlót égetett, most együtt menetel a szélső baloldaliakkal, úgy, hogy az Antifa zászló az a Jobbik zászló mellett tűnik fel a tüntetéseken. Volt egy nagyon beszédes kép a Facebookon az elmúlt napokban, közös ellenzéki megbeszélés, asztalfőn Vadai Ágnessel, és az oldalágon ott volt a
Jobbik képviselő. Én nem tudom, hogy hogyan néznek majd azon szavazók szemébe, akik úgy gondolták, hogy egy nemzeti pártot tüntettek ki a bizalmukkal. És egyébként abban is óriási változást láthatunk náluk, hogy ők is elkezdték nagyjából az egykor volt SZDSZ módjára sértegetni a magyarokat, hogy az ember csak úgy fogja a fejét. Az egyik képviselők azt mondta, hogy a magyarok az alapján nem tudják megkülönböztetni, hogy A vagy B álláspont legyen, máskor azt mondták, hogy 3 forint alapján szavaznak, és talán az elnökük volt az, aki azt mondta, hogy a magyarokon a szolgalelkűség lett úrrá. Tehát állandósult ott egy identitászavar, amit azzal próbálnak kompenzálni, hogy a magyarokat sértegetik. Szerintem ez nem vezet sehova, és a választásokon meg lesz majd az eredménye. Jó, de akkor te is úgy látod, hogy ez már a kampány része. És még egy dologgal kiegészíteném, tehát az, hogy például a baloldal az egyre agresszívabb, radikálisabb, az részben annak is köszönhető, hogy a saját szavazóikat ott hagyták. Hát mit láttunk az elmúlt napokban? A melósokra hivatkoztak, a munkásokra hivatkoztak, bementek a köztévébe ezzel az üzenettel, majd kijöttek, mi volt az üzenet, hogy legyen közös lista. Ja? Hát barátaim, akkor nem a melósokról van itt szó, hanem arról, hogy megpróbáltok mindenféle akciókon keresztül eljutni oda, hogy közös listátok legyen. De ehhez nem kell hivatkozni a munkásokra. De nincsen szükség. Visszatérve a előttünk álló esztendőre, hallottunk már sok mindent miniszterelnöktől is, hogy mi várható, de próbáljunk valamiféle leltárt készíteni, hogy mi az, ami 19-ben szerinted a legmeghatározóbb lesz, mármint kormányzati intézkedések tekintetében, és amelyek talán a leginkább érinteni fogják a társadalmat. A nagy botkormány mozgatásokra szerintem senki ne számítson. Tehát alacsonyabb adók, több munkahely, növekvő bérek, bővülő családtámogatások, és mindezek keretéül biztonság. Tehát ezek az állandó céljaink, mindösszességében pedig egy büszke ország, ahol jó élni. Ezek a hazai teendők szerintem, és tehát folytatni kell a megkezdett munkát. Hogyha az európai összefüggéseket nézem, ott egyértelmű, hogy a biztonság lesz a fő kihívás és a fő téma. Az Eurobarométernek van egy felmérése, az Európai Bizottság számára készítették, azt azért mondom külön, mert Brüsszelben is nagyon jól tudják, hogy melyek a lényeges témák. Na, e szerint az európaiak 50%-a szerint a migráció és a biztonság a legfontosabb téma, messze megelőzve egyébként a fiatalkori munkanélküliséget és a gazdasági növekedés kérdését. Tehát egészen biztosan velünk marad ez a téma, és az európai parlamenti választások meghatározó ügye lesz, és büntetni fogják a végén azokat a politikai erőket, amelyek vagy nem hajlandók erről tudomást venni, vagy mi rosszabb, olyan döntéseket hoznak, amire semmilyen felhatalmazásuk nincsen. Hogyha megnézzük például, hogy milyen üzenetekkel mentek a pártok 2014-ben, semmilyen nyoma nem volt azoknak a döntéseknek, amiket az elmúlt években meghoztak például a migráció terén. Akkor most már maradjunk a végére itt. Az ellenzéki tüntetéseken is, meg úgy általában az ellenzék retorikájában, ugye az az egyik visszatérő fontos elem a migrációval kapcsolatban, hogy Magyarországon egyáltalán nincsenek migránsok, és a kormány gyakorlatilag fantomokkal hadakozik, miközben a társadalmat szegény menekültek ellen hergeli. Nagyjából így tudnám összefoglalni az ellenzék retorikáját. Magyarországon nincsenek migránsok, de ez a történet, ez egyebek mellett pont arról szól, hogy egy, ne is legyenek, kettő, hogy Európában se legyenek. Egyik másik kedvenc pillanatom ezzel kapcsolatban, amikor Gyurcsány Ferenc ugyanezt fejteget, hogy nincsenek is Magyarországon migránsok. Hát igen, barátom, azért nincsenek, mert van egy déli határzár, ami ellen te személyesen tüntettél. Ugye lementek a Röszkére, meg át is mentek a túloldalra. Sokan annak szurkoltak, hogy ott maradjanak, végül abból nem lett semmi. De arra emlékszünk, hogy tüntettek a határzár ellen. Azt mondták, hogy a rendőrök támadtak a bevándorlókra, és nem fordítva, ami önmagában egy nagy nonsens. Tehát egyrészt a határzár működik, és ennek következtében a migrációs útvonalok változnak.
Most például az elmúlt hónapokban Spanyolország volt nagy nyomás alatt. Na de itt jön képbe az a kötelező kvóta, amiről sokat beszéltünk már. Tehát nem csak az számít, hogy a déli határainknál mennyien vannak, hanem mennyien jönnek be Európába, mert hogyha keresztül vernék az asztalon lévő terveket, akkor az azt jelenteni, hogy bárhol is érkezzenek Európába bevándorlók, azokat szétosztanak. És vannak olyan elképzelések, hogy akik ebben nem vesznek részt, azokat meg pénzbüntetéssel sújtanak. Tehát nagyon sok elképzelés van az asztalon, amiket, hogyha egységesen életbe léptetnének, megvalósítanának, akkor végső soron az áramvonalasítaná a bevándorlás. Most annyi változott, hogy nem egy nagy ötletet erőltetnek, hanem sok kicsit. Migránskártya, migránsvízum, új menekültügyi ügynökség, elosztási kvóta, és ezeket együttesen akarják életbe léptetni. Ami pedig a menekült szót illeti. Ugye gyakran állítják azt, hogy hát de végülis ez egy menekült kérdés. Az Európai Bizottság számára is nyilvánvaló, mert ők készítették ezt a felmérést, hogy 10% alatti azok száma, akik Szíriából érkeznek. És akkor azokat még nem számoltam, vagy nem vontam le, akik csak azt állítják, hogy Szíriából érkeznek, mert hogy akkor jobb elbánásban részesülhetnek, ezt gondolják. Tehát ezekből a számokból is egyértelmű, hogy akik jönnek, javarészt megélhetési okokból érkeznek, úgyhogy a kockázat az valós, és tartósan kell ezzel számolnunk. Csaba, köszönöm szépen, hogy köszönöm a lehetőséget, és boldog új évet mindenkinek. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben is várom önöket. Minden jót, viszontlátásra!